start. Idei egyik utolsó kezdőkörünkben köszöntöm önöket, kedves nézőket és a mai beszélgető partnereimet, Csomos Zoltánt, Farkas Szilárdot és Németh Krisztiánt, és a csapjunk is a közepébe, hiszen van miről beszélni, több témánk is van, de akkor abban állapodtunk meg, hogy a Vidivel és a Molfehérvár FC-vel kezdjük. Ugye a hétvégén 2-1-re kikapott a Kisvárda vendégeként, ami néhány évvel ezelőtt még tényleg kolosszális meglepetés lett volna. Ez a mai Kisvárda azért tudott már nyerni ebben a szezonban az Üllői úton is, viszont úgy tűnik, hogy a Molfehérvárnak ilyen döccenései vannak előre fele, és picit ebbe a középszerbe, mint hogyha visszahullana. Most arról nem is beszélek, hogy attól láttátok a mérkőzés előtti interjúját Szabics Imrének, hát én nagyon kedvelem Szabicsot, már csak a ferencvárosi kötődése és labdarúgó pályafutása miatt is, de azért az elég kemény volt, amikor ahogy lereagálta azt a kérdést, hogy amikor tavasszal átvette a csapatot, akkor éppen a Kisvárda ellen debütált, és ugye 0-0 lett, és hogy akkor ez egy megfelelő eredmény volt egy első mérkőzésen, néhány edzéssel a háta mögött most az lenne, és hát gyakorlatilag kvázi kikérte magának, hogy miért ne lenne. De végül igaza lett, mert a 2-1-nél jobb lett volna a 0-0, de hát hogy látjátok így ezt most, ezt az egészet? Mert ugye néhány hete itt volt velünk Salló István, és akkor én tök optimistán álltam föl, hogy hát itt már csak össze kell állni a dolgoknak, a gépezetnek, a kenyér már sül a kemencében, és már kell, és hamarosan elindul fölfele a Vidi. A kovász, igen. De olyan egyszerű a kenyérsütés. Elsőre kevesebbek sikerül. Tökéletesre, hogy a Szabics Imrének ez az első, ha úgy tetszik. Hát nem tudom, annyiszor beszéltünk már róla, most így az összképet nézve, hogy 15 forduló után 4 veresége van a csapatnak, ez nyilván egy Molfehérvár státuszát, elvárásait tekintve szerintem rossz. De figyelj, de hogy bocs, hogyha van egy olyan bajnokság, ahol van egyébként 4-5 olyan csapat, amelyik ott ülekedik az elejében, és óriási körbeverések vannak, akkor még az a 4 vereség sem egy olyan rettentően rossz mérleg. Hát igen, csak mondom önmagában az, hogy itt mi a cél, és hogy mikor itt volt ugye Salló István, akkor is beszélte, ő mondta, hogy gyakorlatilag a Ferencváros valóban elment a mezőnytől, és hogy az elmúlt 5 évben egy olyan ellenfél lett, amelyiket jelenleg legfeljebb utolérni szándékozhatunk. De hát ő mondta, hogy a többi csapatnál, például a Kisvárdánál, vagy a Felcsútnál, amelyik szintén a előttünk áll a táblázaton, nem rosszabb a Vidi kerete, sőt jobb. Ezen is sokat vitatkoztunk már, meg szerintem most ez okozza a legnagyobb fejtörés valóban Sallóinak is, hogy ez tényleg így van-e, mert ez a Kisvárda, egyébként a meccs alapján néztem ezt a mérkőzést, nem azt mondom, hogy tényleg egy jobb csapat a Fehérvárnál, lőtt 2 gólt korán, jelentős védelmi asszisztálással, és hát 2 góllal azért egy jól összerakott csapat nyilván meg tud nyerni egy hazai mérkőzés, vagy 2 gól előnyről. Hát nem tudom, lehet megint itt hozni, most direkt néztem én is, hogy ebben a Kisvárdában azt hiszem 14 játékos lépett pályára, vagy 15, 4-et cseréltek, 2 magyar volt benne, tehát tényleg ez egy összerakott nemzetközi brigád, most épp egy megbízott edzővel, de én azt gondolom, hogy ezt egy erős. Egy erős, igen. Ezt a csapatot azért a Molfehérvárnak, a Vidinek le kéne győznie. 10-szer találkoztak, ebből ez volt a második kisvárdai győzelem, tehát még a hagyomány se azt mondta, hogy itt a Kisvárda lenne az erősebb. Már hogyha lehet beszélni 10 találkozó kapcsán hagyományokról, amikor egy szezonban ugye nyilván háromszor legalább találkoznak, igen, egymással. Engem továbbra is ez a rettentő fantáziatlan játék az, ami zavar, és az, amit Salló is mondott, hogy minthogyha a nyerő típusú tényleg a feladatok által a legjobbat magából kihozó játékos minőség hiányozna. Mindig elolvassuk, meghallgatjuk, most néztem éppen valamelyik országos foci portál is szemlézte, hogy azt mondta, hogy a 4 gól meccs után, hogy tanulni kell belőle, meg a hibákat levonni. Nikolic azt nyilatkozta, hogy nem voltunk elég élesek.
Hát könyörgöm, szerintem ilyet nem mondhatnak profi labdarúgók egy NB1-es mérkőzés után, amiből 15-öt játszottak a szezonban, hogy nem voltunk elég élesek. Hát akkor ki legyen éles. A szurkoló még most is volt, aki elutazott Kisvárdára, pedig azért nincs közel. Szerintem ezek árulkodó mondatok. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon erősen bele kellene nyúlni ebbe a keretbe. Kérdés, hogy milyen lehetőség van rá. Az edző kérdés pedig majd, hát az tényleg bízzuk sallóira. Nem egyszerű feladat. Hát én azt hiszem, hogy a négy elvesztett találkozó az még bele is férne, ugye azt, ha azt nézzük, hogy a tabella első felébe vannak, de a negyedik hely az nem. Én azt hiszem, hogy a második hely lenne a Reális, de az is csak úgy, hogy versenyfutásban a Fradival, és ez pedig most nincs meg. A Fradival amúgy is szerintem nehéz azért a versenyfutás, tehát amíg mondjuk Szóza a Szóza irában bőven előnyben volt, a MOL Fehérvár a Fradival szemben, főleg, hogy ugye akkor Evickéért vissza gyakorlatilag a másodosztályból, és jött ugye az új tulajdonosi kör a Fradihoz, meg egyáltalán némi pénz, meg az új stadion lehetősége, de hogy most azért évek kellenek szerintem ahhoz. Hát minimum, persze. Hát azért, ahogy ez a Fradi elleni idegenbeli mérkőzés kinézett, hát az szerintem önmagáért beszélt. Egy közepesen játszó Ferencvárossal szembe tegyük hozzá. És igen. Az a meccs is nekem pont azt árult el, főleg az első fél időben, hogy nincs meg a Vidiben az a minőség, amely ki tudná használni akár az ellenfél hibáit. És ez egy nagyon komoly kritika. Tehát, hogyha azt mondom, hogy amíg a Szózát említette, Szózával nem voltunk bajnokok, és Szózával és Nikoliccsal is, akivel egyébként bajnok volt a Vidi, az történt a legtöbb mérkőzésen, hogy szenvedett a csapat azzal, amit itt Csaló is említett, amikor beállnak bekkelni a nyílt focit fel nem vállaló ellenfelek. Nem tudta ezt a játékot a Vidi nemzetközi csoportkörbe, azért tudott bekerülni, mert ragyogóan összerakta Szóza és Nikolic is azt a szervezett, védekező, labda ellen jól focizó csapatot, ami kellett ahhoz, hogy erősebb ellenfelekkel szemben lehessen elérni egy-egy bravúrt. De nem tudtak ők se dominálni, és nem tudtak a hazai mezőnyben egyértelműen úgy végig robogni az ellenfeleken, hogy azt mondjuk, hogy na hát ez a Vidi. Talán a Carillo-féle bajnoki cím volt az egyetlen kivétel, ott meg ugye az történt, hogy fél éven át itthon játszott a csapat, mert éppen be volt lengetve a stadion átépítés, és fél év alatt sikerült egy előnyt kiépíteni, ami elég volt a bajnoki címhez. De a többinél azt éreztük, hogy ezt nem tudja a Vidi, és most is ez rettenetesen hiányzott. Tehát néztem, hogy főleg a második fél időben Kisvárdán rengeteget volt a labda nálunk, megy ez a hátulról építkezés, látod, hogy milyen sablonok mentén szeretne játszani a csapat, de az, aki a kulcspaszt adja, az, aki belőkészítsen, és az, aki befejezzen, az bántóan hiányzik. Na de akkor viszont nem biztos, hogy van edzőkérdés. Tehát, hogyha látszik az, hogy a csapat mit akar játszani, csak ehhez nincsenek meg a megfelelő játékosok, akkor valóban Salló Istvánnak kell majd dolgoznia, és olyan játékosokat hozni, akik a Szabics-féle elképzelést pályára tudják vinni. Nem tudom, Tömi, majd biztos ma is beszélünk a Manchester United-ről. Mindjárt! Az az igazság, hogy ha egy megyei összevetést veszünk alapul, akkor a helyzet az, hogy 10 emberrel képes legyőzni a Vidi a Gyirmótot, a Puskás pedig 10 emberrel képes pontot rabolni a Ferencvárostól. Vagyis a Gyirmót nem olyan jó csapat, mint a Ferencváros? Nem, hát mindenki azt olvassa ki ebből, amit szeretne, de hát azért legyőztük a Gyirmót. Mérkőzés más, de 10-11 ellen az tehát valahol. A Fradinak azért nem, tehát nem kellett sok ahhoz, hogy befejezze azt a mérkőzést. Egy szó, mint a Puskás sokkal jobban játszik a Ferencváros ellen, és sokkal inkább pariban van vele, mint a Vidi. Amikor ezt tényként kezeljük, az baj. Tehát lehet, és tök jó, hogy vannak csikó csapatok az NB1-ben, mint a Kisvárda. De hát amikor arról beszélünk, hogy a Ferencvároson nincs pariban a Vidi, az gáz. Nem tudhatjuk, addig, amíg nem látjuk máshogy játszani ezt a Vidit, és tényleg egy nagyon jó kérdés, hogy valóban a keretből hiányoznak-e azok a minőségek mentalitásban, élességben, amikről Salló is beszélt, vagy edzőkérdés van, amíg nem látunk egy másik edzővel játszani a csapatot, addig ezt nehéz megítélni. De én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azért az edzőn. Persze ezt a kérdést is ugye úgy próbáltak kiélezni, vagy érzékeltet is Halló István, hogy a Ferencvárossal sem lett volna rosszabb eredménye, ha mondjuk Waltner Robi ül a Fradi kispadján ilyen állománnyal, és nem biztos, hogy Revrov bent tartott volna egy Kaposvár, tehát biztos sok múlik az állományon. De hát ott van, tényleg látjuk, és ugye a Manchesteren mi is itt élcelődtünk, meg mivel itt szurkolói szinte van érintettség, sokat beszéltünk. Átvette ez a Ragnika a csapatot, két meccsen ült a lelátón, most a harmadikon már a kispadon.
És hát azt mondják, akik látták, én nem, hogy elképesztő különbség van abban, ahogy ugyanazzal az állománnyal most játszott a United, mint Solskjær alatt, aki meg hát egy ilyen klublegenda motivátorként próbált valamit, de a játék minősége az egészen más volt. És szerintem... például Rágnyik ugye Ronaldo kapcsán a Ronaldo védő munkáját is dicsérte, pedig hát itt is beszélgettünk róla korábban, hogy ugye azért nehéz a United dolga, mert hogy Ronaldo nem védekezik. Tehát mire veszed rá a játékosodat? Hát és ki veszi ez rá? A kérdés. Tehát, itt nem mindegy. Nyilván a Vidi nem tud leakasztani egy Ralf Rangnickot, illetve mondjuk az ő státuszában vagy elismertségében lévő magyar edzőt, vagy magyar mezőnyben dolgozó edzőt. Erre nagyon nehéz azért válaszolni, hogy ki lenne az, akit idehozol, és akkor onnantól majd a kissé fásult fehérvári sztárok is többet tesznek bele. Nem tudjuk. Mindenesetre nagyon érdekes lesz most az MTK elleni mérkőzés. Ugye mondtam Tominak, hogy ilyen jó szenzáció hajház cím lehetne, hogy a Vidi korábbi edzője rugathatja ki az utódját akár, mert Márton Gábor is elment. Most végre nyertek egy meccset. Ő se robbantotta be azért az ajtót az MTK-nál. Az a meccs sem magáról a játékról maradt emlékezetes, hanem igen. Az egyik szurkolóról, aki ugye túl közel ült a zaj mikrofonhoz, és hát igen. Percenként hallhattuk a jó kívánságait. Hát a legnagyobb baj szerintem még itt a Vidi kapcsán, hogy ugye általában én, ha híreket kezdek olvasni, akkor mindig olvasom például ugye a közösségi oldalakon a hozzászólásokat. Ajajajajaj. Azzal biztos, kezdek, hogy jó azzal kezdek, nem biztos, hogy jó ötlet, néhányat elolvasok, és ha nyer a Vidi, ha döntetlen, ha veszít, sosincs megelégedettség. Tehát elégedett komment, soha nincs. Nyilván ez a kommentelőknek is lehet az egyik ismérve, hogy aki azért oda kommentel, az nem feltétlenül a pozitív módot írja ki, de én azt látom, hogy egy jól sikerült meccs után sincsenek pozitív kommentek. Hát nyilván ennek megvan a pszichológiája, hogy amikor nagyon, nagyon örülsz, akkor nem ülsz oda, hogy hú, ide jó, hanem itt bontasz egy sört, de amikor nagyon fölhúzod magad, akkor bontasz egy sört, és már közben gyakorlatilag melegebb éghajlatra küldöd a de kis látjeleket, meg kis mosójeleket se lehet látni, hogyha már ezen a vonalon az biztos, hogy edzőt meg játékos lehet cserélni szurkolót, nem? Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a szurkoló az marad, és jó esetben marad, mert ott van a stadionban, vagy esetleg kommentel a fórumon. Nyilván azért sok elégedettségére egy ilyen ősz után nincs oka egyik fehérvári szurkolónak sem. Én azt gondolom, vagy azt jósolom inkább mindenféle háttér ismeret vagy információ nélkül, hogy ha ez az MTK elleni szezonzáró sem sikerül jól a Vidinek, akkor biztos, hogy lesz edzőkérdés. Lehet, hogy már most is van, ezt nem tudjuk, de azt gondolom, hogy egy olyan őszt, amiben a csapat mondjuk 4-5 vereséget elszenvedve a dobogótól pontokra kell, hogy téli szünetre menjen, az nem egy elfogadható eredmény. És hát akár igazságos, akár nem, tudjuk, hogy ilyenkor kit vesznek elő először. És hát arról nem beszélve, hogy Szabics Imre érkezése óta, ugye a Ferencváros bajnok lett, tehát ezt nyilván őket nem lehetett már megelőzni. Mi elbuktunk egy kupát, egy kupadöntőt, kizuhantunk valami brutális módon a harmadik számú európai kupasorozatból. Selejtezőjéből. Bocsánat, a selejtezőjéből. És most ott loholunk a negyedik helyen. És előttünk van a Kisvárda, előttünk van megint a Puskás Akadémia. Tehát, és hát nem belátható távolságban. Igen, tehát az a egyre messzebb. Egyre messzebb. Hát lehet, biztos, hogy ez is közrejátszik, de az biztos, hogy a stabilitás az továbbra sem tudja nyújtani a csapat. Tehát itthon nem mondom, hogy parádéznak, de lehozzák a meccseket. És utána kész. Én nincs fejből előttem a tabela, de azt hiszem nézegettem hétvégén, hogy a Kisvárda speciál több ponttal van előttünk, mint amennyiben mi vagyunk a tizedik hely előtt. Tehát ez a 7 pont, és a Vidinek hát, azt hiszem 6-tal van több mondjuk annál a csapatnál, aki már hátra felé nézegett. Jó, hát csak ugye ez a bajnokság, ez a lebonyolítási rendszer, ez tényleg olyan, hogy van 3 jó meccsed, akkor följön a tabella elejébe. Én most ezt azért soroltam fel, mert ugye, és én nem vagyok feltétlenül hív annak, hogy most ki kell rúgni az edzőt, vagy valakit ki kell rúgni, hogy valami történjen. Nem ezt szeretném. Sportigazgatót, sajtófőnöket, nem ezt szeretném sugallni ezzel, de tehát már nagyon sok minden történt, és... És ez mind negatív, ez hosszú ami történt. Hosszú folyamat, csak nem biztos, hogy egy olyan csapatnál, amelyik egyébként a Fradi méltó vetétársa volt ebben a mezőnyben azért pár évvel ezelőtt. Sőt,
bajnok is lett, szóval nem biztos, hogy ennyi időt kell-e, vagy érdemes adni, hogy itt majd egyszer meginduljon a szekér, mert láthatóan az az igazság, igen, hogy csak a, jó, hogy csak a kapkodás sem jött be. Tehát ez itt nézzük meg, hogy az elmúlt években hány edzőt fogyasztott el a MOL-Fehérvár, nem mindig, véletlenül. Én ezt mindig elmondom, én Márko Nikolics távozását nagyon sajnálom. Szerintem ott az egy nagy törés volt, az biztos. Nyilván annak is meg volt az okát, ott is volt egy csúfos kupagudarc, meg ott sem mentek azért már meccsek az utolsó időszakban, de talán még ennél is jobban mentek, mint amennyire most, de mindegy, ez már a múlt, de hát azóta valahogy a Vidi nem... Hát a nagy kérdés az, hogy mikortól tekinthetjük ezt igazából Salló István projektjének, mert azt tényleg kár lenne tagadni, hogy a sportigazgatónak ebben a mai modern klub struktúrában a legtöbb helyen óriási szerepe van. Gyakorlatilag ő felel tényleg az állományért, az edzőért. Most jelen pillanatban azt tudjuk, hogy egy új sportigazgatóval ugye vágott ennek a szezonnak neki a Fehérvár, aki kapott már egy edzői stábot készen, 2-3 igazolást tudott végrehajtani. Valószínűleg ebben zajlik most óriási munka a színfalak mögött, és majd meglátjuk, hogy mikor történik meg az, hogy mondjuk Salló István is azt mondja, hogy na innentől kezdve ez már 100%-osan az én felelősségem és az én csapatom. Mondjuk Kodró egy nagyon jó ötlet volt. Az teljes erőből bebizonyosodott. Azért mondom, én szerintem hagyni kell időt, mert és amit te mondtál, vagy te tetted fel a kérdés, Zoli, hogy mikor, szerintem egy év múlva tudjuk azt mondani, hogy lement két olyan átigazolási időszak, amit tényleg egy-egyben Sallói tudott levezényelni, és egy év múlva, hogyha a csapat ugyanígy áll, akkor el kell nyilván is gondolkozni, hogy milyen játékosok érkeztek, és azokat tényleg kihozta, és akkor nem tudja föltenni már a kezét senki, hogy ez még az előző érából, mert egy év alatt gyakorlatilag, főleg itt Közép-Kelet-Európában ki lehet cserélni egy keretet, olyanra, amilyenre te akarod, vagy hát olyan körülire, lehetőségekhez mérten, úgyhogy meglátjuk. De hát akkor maradjunk még picit. Jó, hát akárhogy cserélgeted, Juhász Rolandot nem találsz hirtelen a védelem tengelyébe. Azért egy Huszti Szabolcsot se a középpályára. Tehát egy év nem biztos, hogy elegendő erre, és már egyébként elment lassan egy. Hát, Salesz nyáron vett, tehát a... Ja, hogy úgy értve. Ja, úgy én most Sallóról beszélek, úgy értve, Sallóról persze, beszélek úgy hogy ő vele szemben mondjuk mennyi időnek kell. Egyébként nem tudom, hogy Armin Hodzsics ugye még az NB3-ban játszik Elek Ákossal együtt. Ugye a Vidi 2-ben játszik még, vagy most a Hodzsics még nem játszik. Igen, ott van. Elek Ákos továbbra is ott játszik. Hozzuk fel őket? Nem mondtam, hogy hozzuk fel őket, csak például az nekem furcsa. Hát van egy szerződés, ami nyilván nem fizet rosszul. De érdekes. Minden esetre ez egy sokszoros válogatott az NB3-ba stabilan, nem? De vajon miért? Hát azt nem tudom, fogalmam sincsen. Na, de maradjunk akkor még Fehérváron, mielőtt kinézünk a nagyvilágba, és tényleg beszélünk majd Rágnyikról is, meg egy kicsit a Forma 1-ről is. Ugye a hétvégén majd debütál egy új Fehérvár edző, vagy egy új edző Fehérváron. Zoli, Zalaegerszeg érkezik, de majd nem te debütálsz, pedig nem megnéznélek azért egyszer a kis padon. Én Szolnokon szeretnék kezdeni. Az első az lenne, hogy az első lenne az utolsó? Igen. Hát nem tudom, majd nagyon kíváncsi leszek, egy ilyen teljesen értelmetlen, hosszú... Herz Holner. Igen, ugye az Alba Fehérvár kosaraséről beszélünk, egy értelmetlen, hosszú szünet után, ugye két meccset játszott a válogatott, ami miatt egy hónapig állt a játék. Ezt a két meccset egyébként 4 nap alatt lejátszott a válogatott, úgyhogy előtte nem tudom, 3-4 napig voltak együtt. Tehát a második mérkőzés óta, ami a múlt hétfőn volt, tehát most már 8 napja, azóta nem történt semmi. Tehát akár az előttünk, vagy a mögöttünk, vagy ott hétvégén már nyugodtan lehetett volna a bajnoki meccset rendezni. Hát fogjuk fel úgy, hogy kicsit több ideje volt így Szollernek ismerkedni. De az a helyzet állt elő, hogy ugye az Zalaegerszeg jön, ők is lecserélték közben az edzőjüket, mint amúgy a 14 csapatból már nem tudom, legalább 6. Most hát úgy összeszedtünk 6-ot, azóta akkor cserélt még valaki? Hát a Zalaegerszeg, a Paks, mi, Debrecen, Sopron, tehát igen, alaposan, és hát olyan érdekesség ez, mert pont valakit felvetette, akivel dumáltam, hogy majd most az erőviszonyokra ez hogy hat, hát mondom, nincsenek erőviszonyok, tehát a Falko és a Szolnok valamilyen szinten kiemelkedik, a Falko egyértelműen, és mögöttük van 12 csapat, amelyikből bárki bárkit
megverhet, és másnap megjátszanának egy másik eredménye végződő meccset. Eddig ez az Zalaegerszeg és a Paks talán egy kicsit lefelé kilógott ilyen szempontból, de most még csak olyan lúzernek tűnő, vagy egyértelműen kieső csapat sincs, mint a Jászberény volt, vagy előtte a Vasas, vagy nem tudom, tehát mindig voltak ilyen nagyon lefelé kilógó csapatok. Most ez a Zalaegerszeg, aki egyébként tényleg nagyon rosszul szerepelt eddig, cserélt egy edzőt, eljönnek ide, hát én nem merek jósolni. És ez az egész kosár szezon erről szól, hogy gyakorlatilag mondom, a két kiemelkedő csapat mellett van mondjuk 2-3, amelyik inkább jó szezont fut a saját képességeihez képest, de azok közt meg nincs olyan, amelyikre azt mondanám, hogy egyértelmű esélyes, mert az, hogy egy Kecskemétnek meg Oroszlánynak jó szezonja van, az senki nem kezeli úgy, hogy akkor ők ettől bajnok esélyesek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lutri lesz innentől kezdve. Nyilván érdeklődve várom, hogy a meccselés, a játék intenzitása, a csapat koncentráltsága mennyiben változik, mert egy edzőváltásnál józanul erre tud számítani az ember, nem arra, hogy innentől kezdve nagyságrendekkel lesz különb a játék. De olvastál valami érdekeset, ami szigorúan ilyen zuhanyhíradós pletyka. Hát annyira nem zuhanyhíradós, egy nemzetközi kosárlabdával foglalkozó oldal, ami nem tudom, hogy egy sportügynökségnek az oldala-e, de nagyon sokszor közöl olyan hírt, ami később beigazolódik. Ők azt írták, hogy ez a ugye Bailey Steele, az Alba amerikai centere visszatér előző lengyelországi klubjába, ami csak úgy elképzelhető nyilván, hogyha kivásárolják a szerződéséből, amit nem tudom egyébként, hogy józanul, meg reálisan ez miért lenne jó bárkinek jelen pillanatban. Hát a lengyeleknek nyilván azért, mert ők akarják. Igen, Steele-nek van kb. 13 pont átlaga, centerként egyértelműen az Alba első számú játékosa, szerintem nincs is mögötte jelenleg reális center opció, hosszan pályán tartható eredményes játékos. Annyi bulvár vonatkozás azért van a dolognak, hogy amikor nem is tudom melyik idegenbeli meccsen kikapott a csapat, utána a Steele-nek, és azért nem akarok nagyon belemenni, mert nem emlékszem, hogy az anyukája vagy a felesége volt-e, aki összekülönbözött a fehérvári szurkolókkal a Facebookon. Tehát jöttek a csapatot, nem a játékos, hanem a csapatot kritizáló hozzáállások, és ez a hölgy angolul beírta, hogy hát ő ezt nem is érti, a csapatot buzdítani kell, milyen ez a hozzáállás, amire aztán jött néhány vitriolos reakció, és lehet, hogy családon belül volt valami kis kupak tanács, hogy ez így nem jó, hogy itt szidják a csapatot, vagy nem, de mondom, ez csak találgatom, mert ez is hozzá kötődött, utána olvasható. Minden esetre őszintén remélem, hogy az Zalaegerszeg ellen még pályán lesz, mert jelen pillanatban én nem látom azt az opciót, hogy őt hogyan helyettesíteni az Alba, nyilván darabra is hiányozda, és hát minőségre is. Az viszont akkor egészen biztos, hogy volt ideje Zollernek megismerkedni a csapattal, aztán meg vakarózhat, hogyha esetleg tényleg Steele nem marad. Na, akkor ugorjunk tényleg ki a nagyvilágba, hogy ez nem titok, hogy mi Szilárddal azért viszonylag erősen vonzódunk a vörös ördögökhöz, és tényleg az elmúlt hetek, hónapok egyik legnagyobb kérdés. Legnagyobb kérdése az volt, hogy mikor rúgják ki Ole Gunnar Solskjaert, és úgy tűnt, hogy egy darabig, hogy bármi történhet, a bizalom az örök, és megrendíthetetlen, mert hogy ott áll mögötte Sir Alex Ferguson. Aztán mégis ugye kirúgták, jött Rágnik, és te láttad is az első mérkőzését ugye a német szakembernek, amikor 1-0-ra legyőzte a Crystal Palace-t a United, ami nem egy nagy dolog, wow. Mert nyilván egy Palace-t akár gólókat is lehetne verni, de ugye hiszem április óta ez volt az első hazai bajnoki a United-nak, amikor nem kapott gólt a csapat, és hogy tényleg jól játszott. Igen, mondjuk hozzá kell tenni, hogy ugye Kerikkel sem volt rossz, bár az csak egy átmeneti időszak volt. Mégis az, hogy én nagyon sajnáltam, de Solskjaer elment, és tényleg minden tisztelet az övé, hogyha nem nyomásra, már pedig szerintem nem nyomásra ült oda még egyszer utoljára nyilatkozni, ugye az MUTV, illetve akármilyen médium kamerái elé, és megköszönt minden támogatást, és további sok sikert kívánt, és a végén még kicsit el is pityeregte majdnem, hogy magát, hogy menni kell, annyira szereti a klubot, de szerintem a végén már ő is belátta, hogy ez nem megy, az, hogy mekkora nyomásra látta be, az megint más kérdés. Viszont utána tényleg azt lehetett talán szerintem egy kicsit látni, hogy mintha azért úgy mindenki megkönnyebbült volna, mert hogy többen akarták, hogy maradjon, vagy többen akarták, hogy menjen, az teljesen mindegy. A helyzet volt, ami rossz, a bizonytalanság. És most már ugye ez a közlegődült a játékosok válláról. Szerintem azért egy kicsit felszabadultabban játszott a Kerik alatt, és látszott, hogy
hogy működik a dolog. Tehát Kerikkel is működött a dolog, de szerintem nagyobb a jelentőség annak, hogy Solskjaer nélkül működött jól, és ezt nagyon remélem, hogy Rennyik is tovább fogja vinni. Ugye az Arsenal elleni 3-2-t azt lehet azt mondani, hogy szerencsénk volt. Nem hiszem, hát nem kell a győzelmet, ugye. Azt nem kell megmagyarázni. Azért az nagyjából az Arsenal, az a Vinny Gyirmótnak felel meg, csak mondom. De a jelenlegi Arsenal. Igen, tehát kicsit rukkoltam egy kicsit az Evertonnak. Ez az Arsenal, ez már nem az az Arsenal, amelyik tavaly volt. A Gyirmótok még sohasem hasonlították az Arsenalhoz. Azért ez az Arsenal nagyon sokat fejlődött. Biztos, meg tudod mutatni? Nem akartam szóba hozni. Van egy kulcsém, Londonból származik ennek a bizonyos londoni ágyus klubnak a sztóriába, csak nem tudom, mennyire látszik a címke. Mostában mindig úgy hallom, hogy nem vagyok Arsenal szurkoló, de gondoltam, végre voltam egy Premier League sztorban, és hogy milyen jó, hogy nekem van-e Arsenal pulcsim, azóta mindig így befelé gyűröm azért inkább. Én nem szeretem az Arsenal, de ez az Arsenal, ez egy pár éven belül ismét ez a sok beérő, most még fiatal játékossal, szerintem harcban tud lenni majd, ha nem is feltétlenül a bajnoki címért, de még azt se tartom kizártnak. Akkor de megtartsam? Mindenképpen jól lesz, Zoli, mert nekem van egy Arsenal mezem. Egyébként akkor az a nap fölmegy az Arsenal. Akkor neked most megköszönjük, hogy itt volt. Van egy MTK mezem is. Fölmegy? Az a kérdés, mikor nem, illetve az nem az enyém volt, az nem is az enyém, azt még nem adtam vissza a gazdájának. Kanta Józsi azóta is várja. Nem Kanta ez. Nem Kanta. Balogh Béla? Horvát. Horvát mi? Csárvány. Volt egy Horvát. Magyarik szülinapod volt, amire először vettem neked. De az milyen? Az holland? Hát szerintem... Te ilyeneket kaptál a szülinapodra, Zolitól? Most kell megtudni. Jó, jó helyen lenni. Így. 28. volt, azt hiszem, vagy a 29. És mit kaptál? Egy holland válogatott, ez Van Kaizi. Van Kaizi. Na jó, de akkor nem nagyon ment fel a Kaizira, most jobban fölben beszéltem. Akkor Van Kaizi. Kicsit visszaeszembe, bocsánat, annyi még, igen, hogy Rennyikhoz még nem jutottam el itt a fejtegetések kapcsán, tehát annyi, hogy azt nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy ugye különböző fotókat raktak fel a különböző felületekre az első edzésre, amit Rennyik tartott, és nyilván egy kicsit vicces jelleggel, de hogy magyaráz a játékosoknak, többen is így a fejüket fakargatják, és ez a pillanat van megörökítve, hogy hát igen, itt most egy változás. Talán ezt akarták sugalni kicsit viccesen. Zolinak küldtem át egy mémet, ahol már Rangnick tartja az első taktikai eligazítás, és ott tényleg pozíciók fölrajzolva, nyilacskák előre, hátra, és látszik a háttérben félretolva Ole Gunnar Solskjaer táblája, amin mi vagyunk a Manchester United, nagy csapat vagyunk, gólokat kell rúgni, higgyünk magunkban, így van, tehát hogy ez a... Vezényszavak, stb. Igen, ez a különbség. Igen, és az a táblára egyébként az ilyen karikatúra, és tényleg az van, lehet, hogy a pressingnek az iránya, hogy a legutolsó embertől ki merre mozog labda felé, és ez olyan dolog, amiben nyilván mi nem nagyon látunk bele, de hogy ugye Rangnickot mondják, hogy ennek a mai laptop edzőnek, meg pendrive edzőnek is nevezett generáció atya, aki annak idején Kloppot, Nagelsmannt, Tuchelt, nagyon sokakat úgy pályára állított a filozófiáját tekintve, hogy főleg egy német generációt, akik a világ legjobb csapatainál edzősködnek azóta, lehet mondani, hogy tulajdonképpen a Guardiola utáni legújabb futballforradalom, vagy vele együtt indul, az Rangnicktól indult. Számomra egyébként éppen ez a nagy kérdés, hogy egy kicsit ilyen gyakorlatban hogy működik a professzor, aki kispadon viszonylag kevesebbet ült, viszont komplett futballiskolákat indított el, és tett sikeressé. Úgyhogy ez is egy jó kérdés lesz, de hát nyilván ég és föld a különbség, amikor egy olyan edző után kap egy játékos, egy ilyen mestert, aki tényleg mindent meg tud mondani. Azt is, hogy miért oda fussál, hogy mikor fussál oda, hogy milyen intenzitással, hogy milyen szituációban hova mozogja. Ez azért más, mint a tényleg a meg lesz ez, fiúk, higgyünk magunkban. És nagyon érdekes szerintem még azt megfigyelni, hogy ugye a német edzőkről ugye mindenkinek az úgy szerintem legalábbis eszébe, hogy a szigor, meg a precizitás, meg a pontosság, és akkor a figyázba kell állni, vagy ülni egész edzésen, de nem. Ugye megnézzük Kloppot, nagyon-nagyon szerethető figura, a megnyilvánulásaiból, mosolyogban, rinkeri, stb. Mennyire szerethető figura. Én nagyon szeretem Kloppot. Én nagyon-nagyon szeretem. Túl erőszintén nem lehet nagyon ezt elmondani, viszont Rangnick is az első interjúi kapcsán ugyanilyen szerethető figurának tűnik, aki tényleg barátságos mindenkivel elmondja, viszont gondolom én, hogy az edzésen meg az tényleg
meg, tehát fel kell kötni a gatyát, viszont egy teljesen pozitív légkör teremhet nem csak a csapat körül, hanem a szurkolók felé is. Nyilván meg kell találni az egyensúlyt, hogy legyen meg tényleg valóban a jó hangulat, de a követelés is, hogy tudjon hozzád fordulni egy játékos, hogyha problémája van, illetve kellő szigorra tudjál föllépni akkor, amikor mondjuk a szünetben 1-0-ás hátrányban, vagy egy kulcsmérkőzésen is. Ez az, amit szerintem például ma már José Mourinho nem feltétlenül tud, lehet, hogy sosem tudott. Megvette azt a szép cipőt annak a kis fiatal gyereknek. Azóta milyen jó benne. Hétvégén kaptak egy hármast. Azon gondolkoztam a múltkor, hogy milyen lehet egy edző egy napja, vagy akár egy hete, tehát ezen a szinten. Tehát ez valami egészen elképesztően brutális, és folyamatosan eredménykényszerben vagy. Tehát nincs olyan, hogy bocsi, becsúszott majd, jövő héten sokkal jobb lesz. Hát nem, látjuk, szétszednek, és beírják a kommenteket, hogy rohadjál meg, takarodjál, és hogy ez hogy lehet egyáltalán kezelni mentálisan. Én ezen a szinten már, ahol Rangnick van, és ahol a legnagyobb edzők ott ezzel foglalkoznak a legkevésbé, viszont abban igazad van teljesen, hogy egy ilyen ember valószínűleg tényleg szó szerint azzal fekszik. 168 és az egy dolog, órában dolgozik. Ha dolgozom. Csak belegondol az ember, hogy minden héten mondjuk két különböző ellenfélre kell felkészítened a csapatodat. Tudnod kell az élettani, hát jó, komplett hatalmas tímek dolgoznak a kezük alá, tehát Rangnick már nem elemez valószínűleg úgy meccseket, ahogy annak idején még kellett az edzőknek, mert tényleg számítógépes szakemberek, mindenféle kócsok segítik a munkáját, de a stratéga ő osztja ki a feladatot, neki kell tudnia, hogy ki mit csinál. És ővé a felelősség, minden felelősség az ővé. Óriási nyomás ez, cserébe meg ott van a nagy dicsőség, mert azért egy Manchester United edzőjének lenni, és a Premier League élére mondjuk visszavezetni, az nyilván egy történelmi léptékű dolog. Tehát ez van érte cserébe, és ezek a nagy edzők, ezek azért megkapják a lehetőséget, hogy hosszú távon dolgozhassanak, sőt, Solskjær esetben mutatja, hogy nem olyan nagy edzők is adott esetben, de hát én biztos, hogy nem cserélnék. Egy nagyon érdekes kérdés egyébként, nyilván olyan nincs, hogyha nem csak a sportban, az életben sem, de hogy egyébként mi lett volna, ha nem jön Ronaldo, és mert ugye tényleg sokan azt mondják, Ronaldo az, aki Ronaldo érkezése, és azt, hogy őt nyilván nem hagyod a kispadon, főleg, hogyha Ole Gunnar Solskjærnak hívnak, ha nincs Ronaldo, akkor mi lett volna képes, mert ez a United tavaly azért ezüstérmes volt a bajnokságban, és Európa Liga döntőt játszott, tehát hogy akkor esetleg milyen megítélés alá esik, tehát ez most már nem fog kiderülni, vagy évek múlva, mert nyilván azért Solskjær kap még majd lehetőséget máshol, aztán, hogy majd a Unitednél lesz-e, azt nem tudjuk, mert hát az kérdés egyáltalán, hogy ugye azt mondtad, hogy se nyugodtabb időszak jön a United életében, hát ez a kiszámíthatóság az nagyjából fél év, mert hogy Rangnick után vagy érkezik valaki, vagy nem, tehát hogy ez megint csak egy olyan, hiszen Rangnick saját maga hagyta nyitva a kaput azzal, hogy azt mondta, hogy ha jól működik a dolog, ugye ő két évig utána a tanácsadói pozícióban marad a klubnál, akkor miért ne tanácsolnám azt a vezetőknek, hogy hosszabbítsák meg a vezetőedző vagy menedzseri szerződést. Mert még tökéletesen igaza van, és biztos vagyok benne, hogyha nem működik majd, akkor nem fogja javasolni, hogy ő maradjon, hanem akkor majd jöhet Pochettino, vagy bárki más. De nagyjából 10 perc van a műsorunkból, és hát a hétvégén azért eldől, aminek el kell dőlnie, Forma 1-re ugrunk át egy picit, mert azért ezt még Zoli is, ha máshogy nem, legalább olvasva követi. Ugye, máshogy nem. Emerson Fittipaldi lett utoljára úgy világbajnok 74-ben, hogy az utolsó futamra Clay Regazzonival érkeztek azonos pontszámmal, és akkor Fittipaldi szerzett 2 pontot, Regazzoni meg akkor 10 kívül szerepelt, és akkor csak az első 6. Hamilton emlékezetes, amikor Massa egy körrel a vége előtt még világban. Nem azonos pontszámmal érkeztek. Tehát szoros volt, így van. Uh-huh. Ugye nagyon sokan visszasírják azt az érát, amikor tényleg a Ayrton Senna és Alain Prost ugye egyforma autóban kiki meccset vívott egymással, és hát ott is voltak kemény húzások, mint most a hétvégén akár Szaúd-Arábiában. Tehát ez roppant izgalmas lesz. Igen.
Ennyit én is tudtam, én is tudtam volna szólni hozzá. De te van, ahol autós műsort vezetsz. Nem, azért mondtam. Nem, már végre van valami sztori ebben a formában. De hogyan, hogyan ítélitek meg ezt a mostani hétvégének a sztoriát? Mert nekem ez a kérdés, ti értitek, ti nézitek, én csak olvasom, hogy Verstappen ráfékezett Hamiltonra, aki beleszaladt, emiatt majdnem mind a ketten kiestek, ami Verstappennek lett volna jó. Hogy? Ti hogy értékelitek ezt? Nagyon régen néztem, ahogy Forma 1-et, hogy nem így hátradőlve egy kis popcorn, kis sör, akármi, hanem így végig előre. És akkor így szinte rágtam. Mind a három rajtot. Mind a három rajtnál, igen, pedig ugye sokat tovább tartott a műsor, mint kellett volna ezek miatt, a rajtok miatt. De tehát én tényleg azon imádkoztam, hogy a Forma 1-nek az lenne a jó, ha ez lenne a végeredmény valahogy, hogy úgy mennének az utolsó versenyre, hogy pont azonossággal. Hát ezt versenynek hívják, én versenynek szerintem a Forma 1-ben ezt aztán nem... Aztán valahogy vagy kihozták, vagy nem, most kihozták, nyilván az látszik, de szuper verseny volt tényleg. Tehát ezért nézik az emberek a Forma 1-et, mondjuk amellett, hogy én ugye Hamilton miatt is nézem egy kicsit, most már akkor elüljátok egy tésőki miatt nézitek, vagy nem. Hát nem Hamilton miatt. Azt tudjuk, nem tökéletes. Tehát mindent meg lehet beszélni a mostani helyzeteket úgy, hogy az egyik szemszögéből és a másik szemszögéből is. Hát ott eleve azért vannak olyan helyzetek, én azt mondom a Forma 1-ben is, mint más sportágokban is, hogy van egy szabályod, és amikor ez a szabály, erre rájössz, hogy ez nem megfelelő, hogy nem elégséges a szabályozása, hanem vannak benne kiskapuk, van benne olyan rész, ami nem egyértelmű, van benne sötét foltok, ilyen szerintem ez a mikor és hogyan adod vissza a pozíciót, hiszen ez az ütközés, amit Zoli említett, ez ugye a DRS zóna előtt volt, így most azért dobáltak, és ez a DRS zónával engem a világból ki lehet kergetni, de hogy ugye a Hamiltonnak az volt az érdeke, hogy ő majd a DRS zónában előzze meg Verstappent, és ezzel ténylegesen előnyre tegyen szert. Még Verstappen azt szerette volna, hogy ő még a DRS zóna előtt, a DRS vonal előtt adja vissza ugye a pozíciót, és akkor ő érkezhetett volna meg ugye a DRS zónában, hogy nyithatja a hátsó szárnyat, és gyakorlatilag a visszaadott pozíciót azonnal vissza is vehette volna. Úgyhogy de vissza is vette. Ami meg is történt, sajnos, és ugye ez az, amikor ki hogy értelmezi a szabát, hogy az egyik így akarja, a másik úgy. És nagyon érdekes volt ugye azt hallgatni, hogy elkezdtek egyezkedni ugye az okonos történettel, amikor ő indulhatott végül az érről, hogy nektek ez megfelel. Hát én ilyet még a világon nem hallottam, de szerintem ti se nagyon. Hát ez nagyon érdekes volt hallgatni. Michael Masi ugye, aki most az egész, tehát a verseny igazgatója, de ugye kvázi nem döntéshozó, hanem ővele készült egy interjú, hogy ez egyébként rendszeresen előfordul futamok közben, akár a mezőnyben is, hogy fölkínálja ezt a lehetőséget. Figyelj, adjátok vissza ezt a pozíciót, mondjuk, és akkor a stewardok nem kezdenek el vizsgálódni. Ugye itt is ez volt, ebben inkább az volt a cikis helyzet, és ugye a Red Bull is próbálta azonnal ezt a kártyát használni, hogy ugye Michael Masi fölkínálta a második rajt után, hogy akkor adják vissza a pozíciót Hamiltonnak, csak kettejük között ott volt még Okon, és akkor most mi legyen Okonnal? Na igen, csak hogyha az Okon, tehát hogyha nincs ez a helyzet, akkor az Okon nem lett volna első. Tehát ezt valahogy kifelejtették a pakliból. Figyeljetek, még nagyon elvesztek a részletekben, mert egyébként biztos, hogy engem az érdekel, hogy ti ahhoz hogy álltok, és ezt el is lehet vonatkoztatni ettől a helyzettől, de nagyon klasszikus, és volt ilyen a Forma 1-ben is. Van egy nagyon nagy bajnok, sok mindent lehet mondani Hamiltonra, 7-szeres világbajnok a sporták történetének valaha volt egyik legnagyobb alakja. Aki egyébként, én azért az övé a szimpátiám, mert valahol azokat a bajnokokat, akik ilyen eredmények után, ilyen elképesztő vehemenciával, nyerni akarással, megszállottsággal mennek még mindig bele, és azért olyan sportról beszélünk, ahol egy tized másodperc alatt a halálba is szágulhatsz, nyilván szélsőséges példa, tehát ilyen elképesztő motiváltsággal, és hát van egy kétségkívül zseniális képességű, nyilván mindenki tudja, hogy szintén egy történelmi léptékkel is tehetséges fiatal versenyző, abszolút szubjektív, hogy melyiket szereted jobban. De hogy ti hogy álltok ehhez a dologhoz? Mert mondom, engem Hamilton ezzel vesz meg, ezzel az elképesztő győzni akarásával. Hozzáteszem, ugyanakkor például Schumachert nagyon nem szerettem, aki hasonló volt. Nekem valamiért Hamilton egyre kevésbé szimpatikus, de teljesen egyet tudok érteni veled, Zoli, hogy egy óriási sportoló és korszakos alakja az autóversenyzésnek, de én azt gondolom azért a Forma egyet azért beleöntött az új tulajdonos jókora lóvét, meg mindenféle innovációt. De jobb is lett. De az isteni szerencséje a Forma 1-nek az szerintem Max Verstappen.
mert ő jelenleg az, aki képes letaszítani a toronról Hamilton. Tehát ha ő nincs, akkor továbbra is. Akkor nem hajolok előre. Az évi szabályoknál, akkor így nézem. Meglátjuk, hogy jövői szabályok egyébként mit hoznak. Én nem tudom. Bocsánat, visszautalva erre, mondtad, hogy a DRS-sel nem értesz egyet. Tehát ebből látszik, hogy mi a francnak kell túlbonyolítani egy autóversenyt. Zöld, mennyi. Tehát igazából ennél egyszerűbb. Mert az egyszerű nézőnek kell az előzés. És hát tényleg... Ja, hogy verseny is kell. És hát ugye, amikor elképesztő szerepet kapott tényleg a technikai zsenik által, főleg a 90-es évek közepétől az aerodinamika, és gyakorlatilag ugye olyan légáramlatokat tudtak kialakítani a szárnyaknak köszönhetően az autók mögött, hogy nem, hogy előzni nem tudtad, de megközelíteni nem tudtad az autót, mert gyakorlatilag azonnal leégett a gumid, tényleg kis túlzásra. Akkor hozták ezt, hogy legyen, hogy lehessen valami módon előzni, de akkor is egy baromság, hogy azért küzdesz kvázi, hogy egy tized vagy egy másodpercen belül legyél, hogy nyithasd a szárnyat, és akkor meglegyen az előzés. Nincs mindig, meg én ezzel tisztában vagyok, és vannak nagyon-nagyon jó védekező versenyzők. Most egy kicsit elviccelhetjük a dolgot, de ugye Hamilton megsérült az ütközésnél, amikor belement a Verstappenbe, és a jobb első szárnyra... Mindig a hátsó a hibás. Igen, jobb első szárnyra most az anélkül letört egy kis darab, most bebizonyosodott, hogy ez a kis darab oda igazából nem is kell. Tehát anélkül is ment a leggyorsabb köröket. Szóval nyilván akkor ezektől a szubjektív érzelmektől fűtve várjátok, gondolom, ezt a utolsó futamot. Egyébként, amit te említettél, még én is, aki aztán tényleg nagyon nem vagyok Forma 1 rajongó, emlékszem arra a futamra, amikor a Senna és a Prost csapattársként, ráadásul, ami aztán tényleg a világ röhelye volt, hogy annyira utálták egymást, és annyira riválisok voltak. De ugyanannak az istállónak a két pilótájaként az utolsó futamon ugye Senna gyakorlatilag kitette Prostot magával együtt, ami neki úgy jó lett volna. Nem emlékszem, mi lett pontosan a vége, de hát az a Forma 1 történetnek egy nagyon jelentős momentuma volt, amikor a két McLaren... Suzukában ugye össze. Igen, igen. És azt akartam hozni egy analóg példának, talán akkor értitek, hogy én is nagyon gyerek voltam még, úgyhogy nincs személyes emlékem, de filmen is megelőkítették azt a legendás párarcot, hogy a 80-as évek elején Björn Borg volt a világ legjobb teniszezője. Tényleg sokszoros wimbledoni bajnokként, és feltűnt egy rock and roll gyerek, a McEnroe, aki mindenben az ellentétje volt. Tehát Born volt a hideg, szótlan, rendkívül szikás svéd, rendíthetetlen, és jött a hisztiző, a balhés, a fene gyerek McEnroe, és játszottak egy olyan két nagy wimbledoni döntőjük volt, és ebből az első, amiből film is készült, amikor Borg még le tudta győzni McEnroe. De ez volt nekem az utolsó ilyen párhuzam, amikor két ennyire a kicsit a jelent is, de már inkább a múltat képviselő és a feltörekvő zseninek a küzdelme az egész világot lázban tartott. És most egy kicsit így vagyok ezzel, nyilván nem lehet 100%-ban párhuzámat állítani, mert Hamilton is egy szenvedélyes ember, és nem olyan, mint Borg, aki ezt csak befelé élte meg. De nagyon-nagyon kíváncsian várom ezt az utolsót. Ki mennyit fog kockáztatni, mennyire lesz vagány. Nyilván itt a technika azért közbeszólhat, az is lehet, hogy még semmit nem csinál, de már elszállnak a remények. De hogy ez egy emberi történet a Forma 1-ben, egy óriási emberi történet. És ez az, amire ugye évek óta vártunk, hogy ne az legyen, hogy na most akkor a két Mercedes elhúz a mezőny előtt, és akkor esetleg hagyják-e, hogy Rosberg megelőzze, vagy ugye most már Bottas. Igen, még csak annyi, hogy ugye abba is bele lehetne egy kicsit menni, hogy Hamilton azért már mennyi idős. És még mindig hozza azt a színvonalat, ami ahhoz kell, hogy világbajnok legyen, vagy lehessen. Tehát azért 10 évvel, amikor a Schumacher visszavonult, és ugye visszajött még egy kicsit, gondolkodtunk, vagy sok éve, több mint 10 éve, mondtuk, hogy hát miért jön vissza, hát ennyi idősen, 30-on túl azért már nem képesek akkora teljesítményre a sportolók. Schumacher 40-en túl volt, amikor igen, visszajött, igen, 40 volt, talán 39-40. Igen, tehát az a lényeg, hogy szerintem a 20 éveseknek mindig élesebbnek kell lenni, ugye most ez az új szó, hogy mindenki éles vagy nem éles, tehát mindig élesebbnek kell lennie, mint egy 30-on túli versenyzőnek, én úgy gondolom legalábbis, de most Na, nekem egyébként a legemlékezetesebb Forma 1-es élményem, én televízióban láttam a futamokat, tehát én nem voltam a ringen Forma 1-es futamon, de érdekes módon, ami nagyon megmaradt bennem, az egy monakói verseny, 94 lesz, és amikor Olivier Panis, mikor azt hiszem heten értek célba, zuhogó esőbe Monakóba, óriási verseny volt, nem tudom, hogy jött ide, de ha
ha van kép, ami beúrik a Forma 1-ről, akkor nekem ez, ez az Olivier. Hát ez egy nagyon szép, viszem egyébként, ez tényleg egy legendás. Szerintem tudom, mi van, Ligier, vagy valamilyen... Ligier volt. Igen, így, tehát így hogy, de pontjuk nem volt a, talán a... Hát azért volt, nem voltak olyan rossz konstruktőrök, de... De az nem, ez de olyan, nem volt. De körülbelül olyan lenne, mint hogyha most... A Gyirmot nyerne. A Gyirmot nyerne, hétvégé Forma 1-es futamot, Jaszmarinát. Mai adásunk nyertes a Gyirmot. Vége a műsor, mindenkit csak egy nevet kérek, hogy akkor Hamilton, vagy Verstappen, Zoli. Hát Hamilton. Verstappen, én jó. Is, úgy, de hogy, hogy bekeretezzük a műsort. Igen. Szabics? Nem reménykedjünk abban, hogy a Vidi beír a DRS zónába. Valaki bemutatja. Nem, az igazi kérdés volt, hogy rágik a Red Bull istálónak a főnöke. Jaj, mondjuk az is. Az is az Thomas Fankhuizenak visszaadom a szót. Mi még szerintem itt kicsit folytatjuk az eszmecserét, tegyék önök is ezt. Ez volt a kezdőkör, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a folytatásra és viszontlátásra.